Jótékonysági eseményt szervezett a pécsi Fidesz frakció a hétvégén. Az eseményen részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter, a szervezést pedig Hoppá Péter országgyűlési képviselő, Őri László a Baranya megyei önkormányzat elnöke, valamint Kővári János országgyűlési képviselőjelölt bonyolították le. A rendezvény célja az ukrajnai háborús menekültek megsegítése. A váratlan események fényében a legfontosabb, hogy Magyarország békéjét megőrizzük, de segítsünk a bajba jutottakon, mondta el stábunknak Kővári János. Közel 1,5 millió forint gyűlt össze Varga Judit igazságügyi miniszterasszonnyal közösen. Hoppá Péterrel és Őri Lászlóval közösen gondoltuk ki ennek a jótékonysági esnek a létrehozását, és ezen részt is vettünk. De már azóta újabb jelentkezők is vannak, akik szeretnék támogatni a Kárpátaljáról menekülőket. Nekik mindannyian azt tudjuk mondani, hogy az 1357-es, tehát 1357-es telefonszámot, ha felhívják, a híd a Kárpátaljakért vonalat, ott minden hívás 500 forint. Tehát a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb segítség, hogyha ezt felhívják. Emellett a Nemzeti Összefogás számla számára is utalhatnak pénzt a segíteni szándékozók. Akik pedig nem anyagiakban támogatnák a menekülteket, a tárgyi felajánlást is választhatják. Kővári János kiemelte, hogy Pécsen a Viktória utcai Fidesz irodában, vagy a Rákóczi utcai KDNP székházban várják a ruházati, higiénis termékeket és élelmiszereket. Erről egyébként Hoppá Péter is tájékoztatta a lakosságot közösségi média oldalán.